Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfe Jancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt szükség esetén, már amennyiben készítést éreznek iránta, akkor a Patreon oldalt is felkereshetik, és ha már felkeresték, akkor hosszú idő után sok szeretettel köszöntöm a Kejfe Jancsi összes stúdiójában Csintalan Sándort és Horn Gábort. Jó napot, magyarok. És... Uh, ne nevez személyed elleni támadásnak, arra gondoltam, hogy ezzel kezdünk. Egymást hívogattuk Csindalan Sándorral, mert mindketten nagy rajongói vagyunk Novák Katalinnak, én régi rajongója, Csintalan pedig új. Te tudod honnan van az idézet? Nem. De a Csintalan tudja? Hát hogyan tudnám? Hát ez a Skrapski Fruzsina írta. Ja, tényleg, tényleg. Össze. De egyébként ezt én, én ettől élet. függetlenül mondtam azután, hogy kegyelmi. Kegyelmet az annak a három embernek. Igen. Mi a kérdés? Nincs kérdés. Hát akkor. Az, az érdemi ügyekben azért te magad is ütten. <laughs> hát igen. Nincs uh... már miben megbukni, drága Sántorom. Hát figyelj, ez egy, egy nagyon érdekes dolog. Hát nekem nincs miben megbukni, mert nincs a státuszom. A, hát az élet ilyen a magyar, a magyar valóság és a magyar élet ilyen. Hát ugye egyrészt volt egy történet, a, amikor is felkenték, és nem csak a nár, hanem sok-sok olyan ember is felkente a budaházi féle nyilas amikor is ugye volt egy e, kegyelmi eljárása, aminek eredményeképpen most már nyilvánvalóan és bevallottan, ha úgy tetszik, most ugye a legutolsó ügy kapcsán be is vallották, hogy ugye kormány döntés is állt a budaházi féle mögött. Ez ezt nem idő. a kormány mondta, ezt a második szóvivőjük mondta. Önkéntes. Hogy mi van? A budaházi kegyelme kapcsán a kormány. Tárc, Bár de a mondta, igen, igen igaz. A bocsika? Hát. Na. Igen, bocsánat. Figyelek, figyelek. Bocsánat. Az jellemző, hogy a részletekre sosem nem ki a figyelem, és egyébként még mindig nem tudja a magyar közvélemény jelentős részét az elemzők se, hogy a politikának van egy dramaturgiai része is. Tehát nem csak az az érdekes, hogy ki mit mond, de az is fontos dolog, hogy ki mikor, ki mikor mondja. Mint ahogy az esetben, hogyha á, mondjuk ütésváltás van fizikai értelemben, baromira nem mindegy, hogy mikor lövöldözik az ember. Uh, ugye hát én az én, ha úgy teszik, az én kegyelmi ügyem, ugye az ott kezdődött, ahogy az végződött, mert én elég Megdöbbenésemre, ez csak kiderült, hogy három embernek, akinek a nevét soha igazából nem említették, viszont további börtönbüntetés járt volna. Arra való hivatkozásra, hogy ők vannak arra meggyanúsítva, hogy engem összevertek. És azért a saját sorsom is piszkál indulatilag is, ugye hát én egy egyhetes ünnepi játékokat tartottam, amikor a Novák Katalin fölmentette a nyilasokat. Ebből következően, amikor kiderült, hogy ott van három ember, aki mondom, no name, ismeretlen, stb., aki én miattam rám való hivatkozással bent, tartott, ben akartak tartani, sőt be is vittek, bilincsbe, kutyafülébe a legrosszabb helyre, a legrosszabb minősítéssel. Én ezt abszurdnak tartottam, mérhetetlen igazságtalannak. Annál is legalábbis két okból. Az egyik ok az volt, hogy hihetetlen módon elhúzódott az eljárás. Ez az egyik ok volt, a másik meg egyszerűen nem tudtam elfogadni, hogy ezek ezeket a büdös nyilasokat a szentélyavatják, és most hagyd soroljam a barátaim közül is sokat, akik lelkesen uhajtották az ő kegyelmüket, ezek között jogvégzett emberek is voltak, de a senki fiai van, nem törődik senki. És úgy gondoltam, hogy mit a én elkezdtem ordibálni, hogy hát aztán legyen neki. Jó, Kényirem, én máj, Novák a Katalin gondolom, ugye, Novák mert... Katalin, arra való hivatkozással, rövid leszek, és Novák Katalin arra való hivatkozással, mitől szállta meg a Szentlélek? Nem tudom, én azt gondolom azért, mert alapvetően egy jó ember, mint magánember, túl is lépett egyébként szerintem a kompetenciáján. Én ennek örültem, arra való hivatkozással, hogy ha én, akik megvertek, megbocsájtok neki, akkor ő kegyelmet ad nekik is. Jó, de azért Tulajdonképpen a, szerintem már a budaházi ügyben is abszolút nyilvánvalóan látszott, hogy e, Novák alkalmatlan. E, egyszerűen azért, mert ő egy pártkatonaként került ebbe a helyzetbe, és a budaházi szabadon engedése is egy pártügy volt. Tehát tulajdonképpen Orbáni gesztust akartak tenni a szélsőjük felé, ezért egy ócska, e, hogy most nyilas, nem nyilas, ez mindegy, de mindesetre egy politikai terroristát szabadon engedtek ha egy köztársaság elnöknek az a funkciója és szerintem az a funkciója, hogy legalább megkísérelje a nemzeti a, 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 a valamiféle egységét felmutatni, legalább kísérletet tegyen erre, akkor ezt nem teheti meg, mert tud, ha tudnia kell, hogy ennek a nemzetnek legalább a felét, ez mélységesen sérti ez a lépés. Ebből a szempontból szerintem egyáltalán nem különbözik a most 150 ezeres tömeget utcára vívő történet, a, ugye ez a és a budaházi történet. Ez ugyanaz a gazemberség, ugyanaz a, a, a számítás, csak az egyik mögött, a, a, ez a, a gyerekbántalmazó, van társteptes vagy elleplező szabadon engedésében. Az lepleződik le, hogy ez egy ócska uránbátyán társadalom, a, amit a Fidesz kiépített, ahol ha valaki megszólal valaki fontos ember, és kér valamit, akkor az arra egész rendszeren úgy tud végigmenni, hogy nincs egy olyan józan ember, hogy gyerekek az ezt ne. Mert azt mondják, való. Úr kérte, a püspök úr kérte, hát akkor biztos rendben van, és ez végigmegy a rendszeren. Nem gondolom azt, hogy Orbánig is elment ez. tehát ezt én nem hiszem. De teljesen mindegy, hogy mennyire működésképtelen ez a rendszer, hogy mennyire nem azon, nem azt a kérdést teszi fel a nemrég még Fidesz-fülvel való, és a te barátnőd, és rendes ember, Novák Katalin, hogy na de kérem szépen, ki ez az ember, lehet -e ezt megtenni? Abban a morális világban, amit hazugságra építve, mi mondunk, ugye, ami arról szól, hogy gyerekvédelem, ahol egyáltalán nem a gyerekvédelemről szólt, az egész történetem arról volt szó, hogy találni egy ellenség képet, ugye a 22-es választásokra, akkor még nem volt háború, és erre a meleg közösségek alkalmasak voltak. Ez az egész történet erről szólt, egy óriási szemenszedett hazugságról. Egy szempontot szeretnék bevetni. Először is nem barátnőm. Ja, jó van, na jó, na. Nogdacú bár az lenne. Na, uh, miért lenne jó, ha a barátnőd lenne? Magán hogy mi között hozzá. Hát uh, a, a barátság az egy más dolog. Én hm. a gondol, a, azt gondolom, azt Egyetértek azzal, amit a Gábor mondott, azzal együtt, hogy ha egy kicsit, hogy is mondjam, Mélyebben belegondolunk ebbe a dologba, és most nem fogom Novák Katalin mentegetni azzal, hogy ő nagyjából az időben csak a női vécé kulcsát keresgélte, de hát mindegy, egy kreálmány, mert egy pártkatona, katona, ha úgy tetszik. Figyelj ide, ti most komolyan gondoljátok, hogyha a Fidesz, elő, Fidesz által jelölt bárki lett volna a köztársági elnök, nem ez történik. Mondjuk az én három gyerekemet nem engedték volna ki, az zihert. Ügy, ugy, ugyanis, ugyanis, és hagyj hivalkodjak arra, hogy az első nap, a legelső nap talán, mikor csütörtökön volt a kötött fogás, és akkor mondtam anélkül, hogy bármiféle konkrét információm lett volna, csak itt élek ebben az országban, és azért még én is tudok annyit, hogy a Balok Páternek és a református egyház fundamentalista szárnyának milyen elképesztő befolyása van a Fideszben. És hogy ez az ő bandájuk, és az ő bandájuk politikai és e, vallási, meg mindenféle nyomására történt az a dolog, ami megtörtént, mert a saját pedofiljaikat most idézhetnék, vagy ide idézhetnék más egyházakat is, föl fogják menteni még akkor is, hogyha az Orbán fővesztést fog beígérni. És milyen sunyi a mondat? A kiskorú gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel nem lehet megkegyelmedni. Tehát ha fővesztés lesz, és a jogszabályokat fogják szigorítani, azon a lényegen, hogy ez egy rohadt rendszer, rohadt szubkultúrával, és ez a dolognak a lényege, amúgy pedig a társadalmi közöny, a, ahogy meg, a, az a társadalmi közöny, amelyik e, eltűri, elviseli az abúzust, és nem csak a gyerekek szemben. De a, ugye nem beszélünk és nem el, Novak el, hát Nem beszélünk erről, hogy azért az Orbán fantasztikus reakció erre, hogy akkor amit, amit hmm. idézel most, hogy alkotmányban, nem tudom, mit keres, mi keresni, az alkotmányban egy hát ilyen de ez most mindegy, hogy az, alkotmány, az alkotmány teljes félreértelmezése, de átértelmezése de. és mindannyiunk becsapása. Na de miért nem ugyanilyen megalázó, ha egy ö, 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 fiatal nőt, egy már elmúlt 18-es agyon vernek otthon, me, ö, megerőszakolnak, a, mi a különbség? Tehát most akkor a gyerekek. Szóval az egész abszurditása, ahogy használja a orbán Én gépezet az egész rendszert, hogy a miniszterelnök hallgat, miközben a felelőssége nyilvánvaló egy hétig, majd kicsit több mint egy hét után azt mondja, hogy ő módosítja az alkotmányt. Ilyen, tehát a, a, Meg szétvágja a, azt, aki a, a gyerekéhez igen, igen. A következő alkalommal majd ki, ki, melyik tétel kerül be az alkotmányba, hogy nem lehet a köztársaság felmenteni, aki nem tudom én mit csinált. Hát a kegyelem az arról szól, hogy van egy ember, akiről azt gondoljuk, hogy megtestesíti a nemzetnek valamiét, és ha az ember úgy gondolja és ezt a kormány, egyik a kormánynak módja van arra, tehát nem kellett egyáltalán alkotmány módosítani, el kell végezni a munkát. Nem, ez azért Egy Egyrészt, amikor megkérdeztem, hogy miért szeretnéd, hogy a barátnőd lenne, akkor azért azt gondoltam, hogy itt ülünk és beszélgetünk, és ezt a heves reakciódat, ezt nem nagyon értem, mert hogy itt Elvileg én azért is vagyok, hogy kérdezzek, tehát semmi intim dolgot nem akartam. Nem téged bántottalak vele, értem, csak, csak időnként... a sajátos a helyzet, hogy a barátnő a nőbarátra nincs helyes kifejezés, a barátnők jellemzően azt jelenti, hogy, és ebben lehetett irónia, nem téged bántalak, a közönségnek mondtam, hogy ne, nehogy jövő héten az menjen, vagy holnap azt mondja, hogy hú, a csitlan bevallotta, itt tartunk, hogy Novák Katalin a barátnője. Uh, amit a Gábor mond, uh, az megszólította bennem, ugye nekem volt nagyon régen egy műsor, az volt a cím, hogy miért fia a János műsor a gyereklelkű felnőtteknek. Azért lelkem én megmaradtam gyereklelkűnek annak az összes naivitásával. Számomra, amiről beszélgetünk, az, a, az, olyan, mint egy látványkonyha. Tehát, hogy betekintek valamibe, amire korábban a Párizsiról tudtam, hogy ne akarjam megtudni, hogy hogy készül. Most a politikáról gondolom, hogy egy Párizsi, nem csukom be a szemem, mert nem ez a foglalkozásom, de elförmedve nézem, elfölmedve nézem. De ami a Gábor féle történet, hogy egyszerű legyen. Ez egy gyerekekű felnőtt, aki én vagyok. Annak eszébe nem jutott. Vagy eszébe nem jutna, hogy egy ilyen ember kapjon kegyelmet. Tehát ha azt kérdezné a Gábor tőlem, két hónappal korábban... eszébe jutna, hogy aki agyonveri a... a, a terhes fiatal feleségét az kapjon kegyelmet, ez eszedbe jutna? Nem. Na de jó, de, de nem arra való, hogy olyan normális emberek kerülnek Igen. közjogi értelme a legmagasabb szintre, akik képesek ezt mérlegelni. Erről beszélünk? működik egy rendszer, ami azt mondja, hogy, hogy ne, persze én sem gondolom, hogy ezt a pacákat, hogy egy, aki egyébként tehát teljesen, az egész egy abszurd dráma, mert ez a fasziszt szabadon volt. Tehát amikor ez a dolog történt, ő otthon volt. Tehát mire őt, <sítható> tehát ugye, ha... It ez a, a legnagyobb kárvallotja az országon kívül, aki megkapta ezt a fidesz valamit. K. Endre, aki ugye otthon üdögélt a, 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 a talán lehet, hogy már azzal se még néhány hónapig, és eh, ehhez képest került egy olyan hát, helyzetbe, ami De, Hogy még inkább visszamenjünk abban, amiről a Gábor beszél. Azt, hogy ahol ő lakik, mit tudtak róla, fogalmam nincs de azt feltételezem, hogy valamit kellett, hogy tudjanak róla. És ezzel együtt nem tűnt az föl, hogy otthonban, miközben elvileg még börtönben kéne lennie. És ott a lakókörnyezete nem úgy nyilvánult meg, mint akik egyébként ettől, tehát mint hogyha egyébként onnan jött volna az információ, ugye az információ egészen máshonnan jött, amivel kapcsolatban most már szintén városi legendák vannak, hogy ez az informátor egyáltalán létezik-e, vagy a gombhoz varták a kabátot. Én Mondjass egy ő. dolgot, például hát, csak Csáter a, amiről beszélünk, a mögött azért van egy halott gyerek. Tehát ugye? Tehát meg a történet mögött, amiben van az elkövető és az elkövetőt pártoló személy, ugye ez a K. Endre, ez az elkövetőt pártoló személy, és az által elkövetett abúzus eredményeképpen egy 19 éves fiatalember öngyilkosságban menekült. Én azért ezt minden vitából, ahol nem hangzik el, természetesen hiányolom, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy a dolog súlyát fölfogjuk. A hölgy dologhoz, hát most némi általánosítással, a, hogy is mondjam, a, a lakóhely változásomból adódó tapasztalatok alapján, amelyek persze nyilván nem reprezentatívak, ám de mégis szembeülkül kapcsolódnék hozzá. Hát, hogy egyébként még ebben a társadalomban mennyire e, hogy is mondjam, elfogadott, szinte kulturális beidegződés az idegenből jött, gyűjtment, és még csak egyedülálló nőnek sem kell lennie. Való bánásmód a falusi társadalmakba. Én, 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 én két év után se tudom megszokni. Van olyan, tényleg, van olyan egyedülálló, tanyán élő, nőnemű hölgy, és nem is egy már, aki, a, 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 aki, védelmet kér tőlem. A mesterektől, az ocsmány beszédtől, a folyamatos provokációtól, és attól, hogyha meglátnak egy idegent, akkor azt, hát azt azért hagyat kéne fektetni. Jó, én azért hadd menjek vissza a Gábor vonalára. Ugye ismerős az a történet, hogy valaki elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy neki ez a baja, és akkor az orvos elközdi különböző vizsgálatokra, és azt mondja az illetőnek, hogy bár az lett volna a legnagyobb baja, ami miatt maga hozzám fordult. Én erre a kegyelmi történetre ma már úgy tekintek, és azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak nincs vége, talán soha se lesz mint ami újabb és újabb olyan tisztázandó dolgokat hoz elő, amivel kapcsolatban az orvos azt mondja, hogy még arra is kér egy ilyen vizsgálatot, meg arra is kér egy vizsgálatot, hogy az egész hova vezet, fogalmam nincs. Mert ez az Igazságügyi minisztériumnak a működéséről szól egyfelel, a kegyelmi főosztály és mindazok, akik egyébként ezt a történetet látták, és valószínűleg úgy figyelik, hogy Isten mencs, hogy valaki felhívja őket, hogy interjút kérjenek tőlük ez szól a református egyházról, amely ma már balokpüspök kapcsán a saját identitásával kapcsolatban vet fel kérdéseket. Azon református egyház, amiről én egyébként korábban egyáltalán nem tudtam olyan nagyon sokat, és most sem tudok különösebben sokat, csak azt látom, hogy nem érzik magukat jól, és ez már lényegében túlmutat balokpüspökön, aki ha nem lesz püspök, akkor se lesz ennek a történetnek a, a reformátusokat tekintve vége. Szól ez a fővárosi önkormányzatnak a politikai és nem politikai testületéről a felvétel időpontjában történt egy beszélgetés Kisavrussal, mire ez adásba kerül, addigra már publikus lesz az a belső vizsgálat, illetve annak az eredménye, amelyet a jegyző jegyez a főváros részéről, és amely arról szól, hogy végül is milyen adatokra bukkant az irattárban ezen ügy kapcsán a főváros önkormányzat, és az a kérdés, hogy egyébként ennek következtében álljon-e föl bizottság, mert hogy egyébként van-e olyan politikai hiba, vagy jogi mulasztás, aminek kapcsán bárkit elő lehet keresni a múltból, újabb és újabb félőpontok pontok jelennek meg különböző szervezetek működése kapcsán, és amikor itt ül kis Ambrus általános főpolgármester helyettes, és elmondja, hogy ezt vizsgálni kell, és mert hogy ennek van jelentősége, akkor én az okvetetlen mondom, de hogyha ez egyébként így lesz, és örvendetes, hogy így van, vagy most éppen ilyen szorgalmat mutatnak, akkor ugyanezt majd a színházak tevékenységével és bármilyen egyéb főváros alá tartozó intézmény belső történéseivel kapcsolatban meg kell csinálni, amire azt mondja, hogy igen. És az a kérdés, de ez a legnagyobb kérdés számomra, hogy az a tisztító tűz ezek ilyen nagy szavak, amelyek a kegyelmi történet kapcsán az a tisztító tűz, ami a vulkánból előjött, az egyébként betölti -e a szerepét, vagy ez egyáltalán nem tisztító tűz, most éppen róla beszélünk, de a történetnek valójában se leje, se közepe, se vége, mert ugyanúgy fog elmúlni, minden csoda három napig tart. Azért azt, azt nem tudjuk, hogy ez tisztító tűze. Az én azt szeretném. Az, az, én is. Az biztos, hogy azt került egyrészt egy olyan probléma, ami egy rémületes és abszolút megoldatlan probléma, és, és nem azt mondom, hogy ez az elmúlt 14 év problémája, tehát ez egy, hosszú, egy nagyon régi probléma, amivel szembe találkozunk. A magára hagyott gyerekek, a kiszolgáltatott gyerekek, a, a felnőtt társadalom eluralkodása, az iskolavilágában is. Tehát ugye nem beszélünk erről, mert ezek a nagyon durva abúzusok, amikor valaki ráront visszaélve a hatalmával, és a lehető legdurvábban szexuálisan ront neki egy fiatal gyereknek, de hát

Ehhez képest talán lényegtelennek tűnő módon naponta alázzák meg a gyerekeket a magyar iskolarendszerben, nincs védelem sehol. A felnőtt világ naponta tapos keresztül akár a saját gyerekein, a fizikai erőszak az ma is még természetes dolog, politikusok mondják, hogy egy-egy pofon azért úgy elcsattahat, mi a probléma ezzel, akár a parlamentben is hallottam annak idején ilyen szövegeket. Tehát itt, itt egy olyan problémával találkozunk, amit azt arra tett a tett. A nem annyira a botrá mint az a 150 ezer ember. Ezek az influencer gyerekek, akik tettek egy nagy szívességet a magyar társadalomnak, hogy nem hagyták azt, amit Orbán megkísérelt másnap, hogy itt a kisúlyukban is értékesebb emberek lemondtak. Szeretném Orbánnak jelezni, nyilván nézi a műsorodat, hogy két olyan baloldali miniszterelnököt is tudok, aki lemondott. Őt még nem láttam lemondani. Megbuktatni, igen. Most mindegy, hogy mikor, meg hogyan, de emlékezetem szerint ö, ketten is voltak, akik lemondtak. A Megyesi is, és a Gyurcsány is. Nem akkor, nem időben, de lemondtak. Levonták a következtetéseket. Nem ilyen súlyos ügyben. És a, a leg... Ami miatt nem tudom, hogy ez működik ez a dolog. Bizonyos értelemben működik, mert látszik, hogy mondom, foglalkozunk ezzel, nem csak mi, hanem az egész magyar társadalom. Túllépette ez a politikát fogyasztók keretén is, ezt én egy fontos jelenséget tudom. Megjelent egy harmadik Magyarország, de eddig én magam is mindig azt gondoltam, hogy van az a Fidesz hívő tagozat, és van a politikailag aktív másik része a társadalomnak, akik gyűlölik az Orbán világát, és ki akarnának szabadulni, de nincsenek eszközeik ehhez. De van egy harmadik Magyarország. És ezt, ez, ez az, amit ezek a srácok, fiúk, lányok az utcára hoztak, akik akarnak valami más, nem tudják hogyan, nem tudják ezt artikulálni, de van egy probléma, amire effektálnak, és szerintem sok ilyen probléma lesz még. De az Orbáni megoldás, hogy elzavarom őket, leváltom őket, és senki nem áll ki és nem mondja el, hogy mi történt itt. Miért volt ez? mi nem áll ki a, a, a. Most nem mondom, hogy barátnő, de a a köztársaság elnök. Most már mindegy, nincs tétje. Mi nem mondja el a történetet? Ránk tartozik, a mi ügyünk, nem az ő ügyük. Hogy mi történt itt, ki kérte meg, mikor kérte, ki az, aki hibázott, melyik az a főosztályvezető, akit felállítanak, mert nem tette a dolgát, hol verték át az egyébként bukott hős Varga Juditot, ugye, mert hogy Varga Judit már megbukott, félértés és tehát amikor őt leváltották meg, mint igazságügyi miniszter, ő egy bukott emberként ül ebben az egész történetben, csak utólagosan esik rá, ugye, az yeah. egész ő, hogy miért nem tudjuk ezt? Egy normális polgári demokráciában nem az a megoldás, hogy én felállítam őket, és azt mondom a sajátjaimnak, hogy a kisújukban több van, mint az egész, mit tudom én miben, hanem az a megoldás, hogy ki kell állni, és el kell mondani a történetet. És azt kell mondani, hogy miután ilyen hibásan működik ez a rendszer, ezért ilyen és ilyen új elemeket építek a rendszerbe, hogy ne tudjon ilyen hibákat elkövetni. Mondjuk találok egy olyan köztársaság elnököt, aki képes felülemelkedni, aki Picsit. képes megítélni ezeket a dolgokat. Nem ebbe az irányba mennek az ügyek szerint. Nem. Ebben a nevezük akár maffia szisztémában, patronus rendszerben, hűbéresi rendszerben, e hogy a patronus, hogy már bele mindenkit lehet, akármilyen intellektusa, ha és amennyiben nem szabad ember, ugye erről már például hogy úgy meg vagyok, megbolt a barokkényedve Áderen is, meg máson is, hogyha valaki köztársasági elnök lesz, hát mi baja lehet még? Soha semmi, hiszen legfőjebb nem lesz még egyszer köztársasági elnök, de ezt már sokszor végigbeszéltük. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, az az. Hogy... Akkor miért nem? Mi? De akkor miért nem? Fogalmam nincs, én az alkotmánybírákkal kapcsolatban is nem értem. Hát szerintem, így... szerintem, Sándor, szerintem ők is a hívő tagozat részei. Tehát ez a társaság elhiszi a saját hazugságait. Nem, nem, nem a cinizmus, most a Rogánt lehet, hogy a cinizmus hajtja, de a Novák Katalint elnézést fogalmam, sincs életemben nem beszéltem vele, de azt gondolom, hogy van egy, van egy olyan tudata, ami azt mondja, hogy én nem ártok saját magunknak, én fölülemelkedek, én, én ami ó, egy teljes én. abszurditás. De ja. ők maguk elhiszik a saját maguk által teremtett virtuális valóságot. Egy, ez a legveszélyesebb jó. a világon. De, 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 de az önkényben és a patronus rendszerben, ez így működik, stb. De mondtál egy nagyon fontos dolgot, ugye idehoztad a, Mert ugye a gyerekvédelemről beszélt mindenki. Idehoztad az iskolát. És ennek, eh, ennek példájaként azt tudom mondani, hogy teljesen nyilvánvaló, tehát itt a, rendszer, a rendszerről is kell gondolkodni, hogy mondjuk egy olyan szisztémában, és ilyesmikre utalt az Orbán, ugye, hogy, hogy a hierarchiában a felelősséget, a felülről irányítottságot, még a beszédében is ezt eh, emlegette. Egy ilyen rendszerben mondjuk például, a gyerekkel kapcsolatos bármilyen probléma, vagy a gyerek problémája egyszerűen nem tud megélni, mert hogy <coughs> vissza kéne egyrészt adni az önkormányzatoknak az iskolákat, mint ahogy az egészségügyet is, és ezt a teljesen elmebeteg lényegében politikai célok által motivált ha úgy teszik, a, neme, a nemek háborújáig elmentő jogszabályrendszer, ami kaszárnyává tette az iskolát, itt nem lehet jelzőrendszert működtetni, mert az emberi, a gyermek problémáit egyszerűen kizártak, vagy kizáródnak. Egy ilyen hierarchiában a gyerek meg se fog szólalni, ha, ha akárki bántja, vagy ha a gyereknek identitás problémái vannak, ki van törvényileg tiltva az iskolából annak a kitárgyalása például, hogy mit kell csinálni akkor, ezt éppen egy dokogó fideszes anyukától hallottam, akinek három fia volt, és fölfogta, hogy mit jelent a most is nagyon szigorú jogszabály, amit a Fidesz hozott gyermekvédelem ürügyén, ugye? El kell vennem a gyereket, mert a, a, az iskolába az osztálytársai azt mondják a gyerekemre hogy túlzottan feminin. És kérdezte tőlem, hogy Sándor, most mit csináljak? Nem mehetek oda a tanárhoz se. Nem lehet a dolgokról beszélni. Nem tudjuk, hogy mi történt. Én azt érzékelem, hogy az a szabadság, ami számomra nem egy elvont fogalom, amiben belefér az is, hogy az ember hülyeségeket csinál, és annak egyébként a következményeit állja, vagy adott esetben hülyeségeket beszél, aminek semmilyen következménye nincsen, csak hülyeségeket beszél, hogy annak a szabadságát vissza kéne adni. Tehát hogy ez a történet Igen. annál sokkal egyszerűbb, mint ahogy beszélünk róla, és csak emlékeztetnélek rá, Gábor, egész véletlenül halottalak téged, egy internetes rádióban, ahol még egyáltalán nem így beszéltél erről a tömegről, akikről akkor még azt sem lehetett tudni, hogy hányan lesznek, hiszen pontosan azt fogalmaztad meg kritikaképpen, hogy minek jönnek ezek össze, ők össze ezeket mindig törlöm, ha egyszer nem lehet politikai pártokra hivatkozni, és nem lehet lobogó, emlékszel arra a nyilatkozatodra, amit Volgár Györgynek adtál. Ott ezt egy súlyos kifogásként említetted, és én kim voltam ezen a demonstráción, és láttam azt, ahogy áram az ifjúság nálami jóval fiatalabbak az Andrássy útra és a hősök terére, hogy ők egyébként a gyerekvédelem által voltak megszólítva, csak egyszerűen meg voltak szólítva, és hogy kell egy hét együttlét, amit a Müller kitalált a Sziget kapcsán, <tosz> hogy valami szabadságvágyukat akarták kifejezni, ami mögött egyébként a gyerekügy és a bicskei történet csak hátul húzódott meg, és én ebben semmi kifogásolni valót nem találnék. Fogalmam nincs. Én azt érzékeltem ott, hogy van... E tehát, hogy akik megszólították ezt az ifjúságot, azok úgy tudták megszólítani azt az ifjúságot, hogy azok kimentek, miközben nem feltétlenül tudták, hogy miért mennek ki, de meg lettek szólítva, és egyenként meg lehetett volna tőlük kérdezni, hogy miért lettek megszólítva, de ezt az ember természetesen nem teszi meg. Én annak az annak a szabadságnak a hiányát élem meg, amit nagyon egyszerűen te úgy fogalmaztál meg, de minden egyes történetben egy-egy mondattal lehet elmondani, nem bonyolultan. Mi akadályozza meg most Novák Katalint, vagy Varga Juditot, hogy egy olyan mondatot mondjon Facebook posztban, vagy nyilatkozik a magyar hangnak, vagy a magyar nemzetnek, csak a magyar nemzet kapcsán azt gondolna az ember, hogy az nem hozza le de elnézést a magyar nemzettől a lehozná, hogy valójában mi történt. Minden egyes történet, gyerekbántalmazás vagy bármi más, egyébként elmondható, hogyha abban valami anomália van, és nem kell iszonyatos társadalmi nyomásnak vagy pártnyomásnak lenni arra nézve, hogy azt valaki ne tegye meg, hogyha ez ilyen mértéket ölt, mint ami Egyébként Magyarországon tapasztalható, nem csak a Bicskai történet kapcsán, az több mint aggodalomra ad okot, és fogalmam sincs, hogy ez egyébként milyen irányt vesz. Nagyján Bocsán, Bocsán, já... ja, Bocsán. bocsánat, csak. Hagyj válaszolni. Igen, is. Tehát egyrészt, hogy eh, legyen jogom megváltoztatni a véleményem. Tehát eh, nyilván hat, hat rám is a, a, a folyamat. Tehát ez az egyik nem mentegetőzés, de, de kétségtelen egyszerűen úgy érzem, hogy, hogy ez a harmadik Magyarország. Hogy Ezt korábban nem láttad? Nem, nem. Nem láttam, nem láttam megjelenni, nem láttam ilyen erőteljesen. Láttam fiatalokat, fiatal diákokat, akik egyébként -egy 80 ezeres tüntetést szerveztek egy, alig egy évvel ezelőtt, 22. október 23-án a, a, műegyetem elé, de ott éreztem nagyon erőteljesen a politikai szándékot, a saját politikai szándékokat. Nekem az volt a bajom, és most is az a bajom ezzel a, a társas ha, ha bajom van, egyébként nincs bajom. Tehát velük nincs bajom, csak a hiányérzetem, hogy azt tudni kell, hogyha valaki fellép egy ilyen színpadra, egy ilyen ügy mellett, amit ők megtettek, az egy politikai szerepvállalás. Mondhatnak, Amúgy. amit akarnak. Tehát nekem ez egy ilyen szerep, hogy mondjam, egy szerep, zavar, amit én érzek, és erre próbáltam meg, Drága Bolgár úrnál utalni, hogy, 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 hogy itt ez, ez egy szerep, mert aki fölmegy a színpadra, amikor az a tanár, aki egyébként most egy Európai Uniós listán második helyezete, helyezetje, ugye, a, 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 milyen Töröly Katalin, Törlőin. Törlőin Katalin a, amikor ő évekig mondja, hogy mi nem politikai szerepet vállalunk, mi nem akarunk, mi a civil világ vagyunk, nincs ilyen. Ez egy olyan erőtet, erőtetett, tulajdonképpen ér, ér, érzem, hogy értem, hogy miért erő, szétválasztás, ami nincs. Ma a a Fidesz leg, legnagyobb ellenségei, ellenfelei azok ezek a influencerek nem a parlamenti pártok, akik bent próbálnak meg valahogy kicsúszni ez alól. Most majd meglátjuk ezt a vasárnapi tüntet, hogy ez hogyan fog a Kossuth téren. Egyébként bátor dolog ezután egy ilyet szervezni, mert látni, majd látni lehet az óriási különbséget. Ha a hősök terén szervezték volna, akkor közvetlenül össze lehetne mérni a történetet. Tehát azt gondolom, hogy, hogy azt nem kell tudni az embernek mindig, hogy mi a következő lépést, de azt tudnia kell, mert ez az ő felelőssége, hogyha odaviszi ezeket az embereket egy ilyen Jó, politikai ügyben, az magyar, egy politikai te a, szerep. Te azt mondod, hogy az influencerek előbb-utóbb politikai bástyává fognak válni, akarva-akaratlanul? Nem. Azt mondom, hogy akkor, amikor ezt csinálják, akkor politikai szereplők. Ki lehet ebből szállni? De, de olyan, hogy azok kedden meg ha ez, nem... Ha ők nem folytatják, ha azt mondják mosolyogva, hogy Fölhívtuk valamire a figyelmet, összegyűjtöttünk 200 milliót, szerintem ez borzasztó fontos dolog, mind a kettő. És köszönjük szépen, mert most visszavegyünk jó tehát azért ezek közül jó néhány elevált. A Pocsondi Edina az egy politikai közszereplő, a, 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 tehát ő, a ő többi, mondjuk ő, a többiek is. Persze, azért mondom, hogy a többiek is valaminek az érdekében valami. Csak ugye ennek a folyamatos tiltakozás, amit én mondom, értek, mert utáni való dolog a politika, csak arra akartam fölhívni ott is, és most is a figyelmet, hogy ezek politikai szerepek. Nem kötelező ebbe benne marad, nem kellett párt, pártot alakítani, nem kellettől... őket, nem biztatod őket. Nem óvom. Azt gondolom, hogy hogy fogadják el, nem kell kimondaniuk, de fogadják el, hogy amikor ők fölmennek erre a színpadra, amikor ezt folytatják, nagyon helyes, a folytatják, amikor azért harcolnak, hogy például legyen pszichológus az iskolákban és a nevelőintézetekben, meg különösen, hogy egyáltalán bőle. nincs, hogy legyen szociális bőle. munkás, hogy legyen vécépapír legyen fel... a kórházban, hogy legyen felzárkóztató pedagógus, ezek fontosabbak, bőle mint a vécépapír. Mert ugye nincsenek segítségek a gyerekek körül. A kiszolgáltatottság egyik oka, hogy nincs Egy olyan szakember, Arról ami elhangzott. Igen. Jó, fécépap. Hát meg e, már egyébként jó néhányan elég régen mondjuk különben, de e, akarok mondani, hogy annyit szeretnénk mondani, utálatos a politika. Szóval engem, én, én azt gondolom, meg undorító a politika. Meg hogy, De nagyon érdekes ugyanakkor azért, egy e, az Nagyon mond, közhelyé a magyar ja, ja. társadalomban. az egyik legveszélye, tehát hogy mondjam, legkondra, kontraproduktívabb. Sőt, 30 év után nyugodtan elmondhatjuk, hogy a mi közállapotaink ö, szörnyű állapot az részben abból származik, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ö, ö, ezzel az elvont másodnálról persze, hogy mégiscsak gyakorlatilag létező politikával szemben definiálja magát, és mindig innen jön a csalódás. Hát nézzük meg a lehet más a politika történetét. Hát be lehet már. De milyen más? Hát először is egy politika az érdekkonfliktusokról szól. A hatalomról szól. Egyébként a családi vitáink egy jelentős része is a hatalomról szól, csak hogy egy nagyon távoli párhuzamot mondjak. Na most én úgy vagyok ezzel, hogy uh, Isten látja elkemet. Uh, meg láttam én százezres tüntetéseket, te is láttál. Egyrészt ebből közvetlenül és szignifikánsan nem következik semmi arra nézős, hogy az az érdek, amit ott jelenítetek, vagy megfogalmaztak, az valamilyen módon meg is valósul. E nem tudunk más tenni, rá kell hagynunk a kedves közönségre, hogy mit hisz önmagával kapcsolatban. Akár tetszik, akár nem. Úgy van, hogy a Gábor mondta, ha fölmegyek oda, megszólítok valamire valakit, ráadásul ez a két pártiság is, meg hogy két oldal, bocsika, itt aszimmetrikus két oldalakról van szó, már elnézést kérek. Egyrészt van a hatalom, és annak van egy speciális felelőssége. Az ellenzéknek más felelőssége van, hatalmon kívül van. <laughs> és nem lehet ezt a problémát, hogy mit mondhatna Novák Katalin meg Varga Judit. Mennyivel tudnánk többet, sőt, még, még, kevesebbet is tudnánk, mert hogy elmegy a dolog, elmenne valamiféle ilyen személyes bulvárosra. Az a helyzet, hogy Novák Katalin is, meg Varga Judit is a patronus rendszerben, most független attól, hogy milyen tisztségeket viseltek, így megfogta őket Orbán Viktor, és berakta a mechanizmus ilyen, berakta egy, egy intézménybe. Aztán legfeljebb tovább rakta. Ugyanez a kéz, ugyanez a hatalom, ugyanaz az erő, akkor ejti el őket, amikor... Hatta. Jó, én ezt az egész... Ebből egész. az is következik, hogy a, az informális hatalom és az informális utasítások uralják ezt a terepet, Szerintem nem tudnának más mondani azt, mint hogy belezettek kényszerítve, belekényszerültek, pont. Én számomra ez itt most jelenleg, mint hogyha valami Nikkel szamovár röpülnénk el valami fölött, olyan érzésem van. Hát akkor mondd meg, hogy. De mondom is. Um, én alapvetően egy kíváncsi ember vagyok, akinek relatíve jó orra van. És azzal kapcsolatban teszek fel kérdéseket, amit az orrom érzékel. Ha ettől el akarnak téríteni, akkor hagyom, de visszatérek előbb-utóbb, mert, mert ez a mániám. No. Kérdéseket teszek föl. A válaszokat átgondolom, és újabb kérdéseket teszek föl, és nyilvánvaló, hogy minden egyes történetnél azt nézem, hogy mi a kiváltó ok, esete válogatja. Ezeket a kérdéseket ma alapvetően nem lehet föltenni, illetve elfogadjuk azokat a válaszokat, amely válaszok egyébként ezekre a történetekre nem adnak kielegítő feleletet. De ez nem a bicskei történettel kapcsolatos, hanem a közélet rengeteg egyéb jelenségével. És csak arra tudok utalni, hogy amikor itt most a sajtó egyébként ellátta a feladatát, és utána jár dolgoknak, akkor eszembe jut az, amikor ugyanennek a egyébként magasan képzett sajtónak a képviselői az epipó történetben, a Sipospali esetében úgy menekültek előlem, mint ahogy a nyúl fut a róka elől, amikor olyan kérdéseket tettem fel nekik a személyes sorsokat, illetően az epipóra pontosan ezen a nyomtávon halad. Nem fogom hosszan elmesélni, ha valaki akarja, akkor utána is Sipospari és az epipó történetnek, mint ahogy egyébként ő előlük futottak el mások. És én ebben a saját generációnak és a hazámnak a tragédiáját látom, mert egész egyszerűen a dolog megoldható abból adódóan, mondhatja azt a csintalan, hogy semmi közöm nincs hozzá. Ha ez egy valós probléma, előbb-utóbb a csintalan fog fölhívni és azt fogja mondani, hogy János, üljünk le és elmeséli. Ez a gyerekkoromban így zajlott. Amióta felnőtt vagyok, azóta egyre kevésbé van ilyen történetem. Nem tudom, hogy Németországban, Új-Zélandon és Indiában mi a helyzet. Én csak azt tudom, hogy amiről ma egyébként füstös kocsmákban lehetne beszélgetni, azokban a füstös kocsmákban én ma már nem beszélgetek senkivel, miközben lenne rá. Még bocsáss Igen. meg, egy fontos dolgot kihagytunk, ne arra, hogy ami hozzátartozik, és ennek kapcsán jutott eszembe. Ezek a dolgok itt voltak régebben is. Csak ugye, ami történt, az nem más, mint hogy a jelenleg regnáló hatalom a saját politikai támogatottsága és politikai túlélése érdekében. Lényegében egyébként a, a nemzet egy másik felét, különösen azon részét, amelyik neki politikai ellenzéke, megvádolta szisztematikusan azzal, hogy gyermek megrontó. Ezt a dolgot, ennek a dolognak azért lett részben olyan, Iszonyatos visszhangja. Én azt fogalmaztam, hogy a Fidesz iszonyú magasra tette a récet, és kiderült, hogy azok, akik egyébként ügyeket intézhetnek valójában ebben az országban, azok közül számtalanok, bűnösek. De, még, de ugyanazról beszélünk továbbra is. Hát az az epipó, amiről hát én beszélek, annak nincs köze a Fidesz kormányzathoz. De, de, de én a mostanról De rú, de, de én, én, én az a, egészet a, nem a Fideszre uh, viszem, én, hát, én még emlékszem már. arra a Kejfe korai periódusra. Hát egy másik beszélgetés, jó, hát oké. Okay. Én... Abban nem tudok most részt venni, mert akkor meg kéne néznünk megint azt a filmet. De most nem én, És én, nagy én most, kérdés, hogy ott... A, én, és én nem, én nem a filmről beszélek, én, én... én arról de... beszélek. Jó, csak én értem, amit mondani, mondani mondasz, mert én érteném. Hiszen értem a szövet. Én emlékszem arra, trombitás Zoltán elmesélte nekem a 90-es évek végén, a mikrofon kikapcsolása után, hogy valójában ami történt, miért történt. Én emlékszem ennek a Fidesz kormányzatnak embereire, akik odajöttek hozzám és elmesélték, hogy bizonyos. Do... Jó, de pont ezért fontos az, és ezért nincs igazad ebben. Mi nem történt? Uh, nem, 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 abban nincs igazad, hogy nem lenne elemi érdeke mindannyiunknak, nem csak a Fidesz esetnek, mindannyiunknak, hogyha ezek az érintettek kiállának és elmondanák az ő történetüket. Mindennel mert, kapcsolatban. Mert közünk van hozzá, mert egyszerűen úgy működik ez a mai világ, mintha nem lenne közünk ahhoz, hogy mi történik velünk róla. Abszolút. És ez, szerintem ez itt a nagy becsapás, és ezért gondolom azt, hogyha most már ez a két hölgy fölszabadult, nekik már mindegy. Tulajdonképpen megtehetnék a magyar társadalom érdekében azt a gesztust. Hogy elmesélik ezt a történetet. Mint az Epipo esetében is. Jogunk van tudni a sipospali történetét, ami engem személyesen is nyomaszt, mert ugye én sipospalival hosszasan dolgoztam, én ö, ö, is is jó, jól ismerem, egyébként egy kivehetetlen tehetséges embernek gondol, gondoltam, gondolom, nem tudom, mi van vele, és egy tragédiának az egészet, amiről jogunk van tudni, le kell vonnunk a következtetéseket. Ebből a történetben az a legizgalmasabb, hogy hogyan működik ez a borzasztó rendszer. Tehát nem az a, nem, nem, tudod, ne, Sándor, nem. Ki, ne, önmagában kijelenteni, hogy ez egy maffia állam, vagy a magyar szokta, vagy mit tudom én. Na, milyen, nem önmagában jelentettek meg, három kötetet írt erről. Okay, hát most akkor mi, milyen kifejezést nem, 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 használjak? Ne, használj, mi? Nem, használ csak. Nem. Engem az érdekel, hogy ezek miért csinálják. Nem lehet Engedis. elmenni annélkül, hogy ne tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy na de miért? hogy mi a fenének történnek ezek a dolgok, hogy miért nem lehet legalább időnként normálisan viselkedni? Rendben van. Miért nem lehet nagyonan lenni egy ilyen helyzetben, ami történt? Miért nem mondhatja azt ez az Orbán nevű ö, 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 az országot romba lassan romba döntő, ö, ma már nem fiatal ember, hogy elnézést kérünk? nem ezt akartuk, hibáztunk, és most keressünk közösen egy olyan embert, aki képes arra, hogy ezt a hibát ne el. Hogy mi, miért nem tudunk így élni? Ezek fontos kérdés. Nem lehet erre azt mondani, hogy azért, mert ezek ilyenek. Meg kell próbálnunk megfejteni ezt a történetet. Abszolút. Közös teljes Én mérhetetlen módon megértem és tisztelom a szándékaitokat. Ez így nem fog menni, nem megy jól látható. Fősetek... Mert hogy még egy beszélgetésben sem, mert ti most egyébként Novák Katalin és a Vargát azzal izélitek, hogy, hogy, miért nem mondja el a tutit, eközben ideidéztek egy Először is ez a beszélgetés is úgy megy, mint az ökörhúgyozás. Epipót meg, ráadásul te mit mondtál? Még ráadásul te kimondtál egy kényes nevet is. Most szerinted mit ért ebből a kedves parinti? közönség? Nem, a, nem, nem, nem. Sander, problémázzal erre problémázzal nagyon a, egyszerűen tudok neked nem válaszolni. nem, én nem te mondtad, én igen, a... Nagyon egyszerűen tudok neked válaszolni. Én azt mondtam, hogy azok a feltáruk, akik most nagyon nagy küzdelmet folytattak annak érdekében, hogy annyi információval bírjuk, mint amennyivel, inform, mint amennyivel rendelkezünk, és ez ügyben hihetetlen teljesítmény nyújtottak, a saját személyüket tekintve, amikor ők voltak, valakinek a helyzetében, akiktől kérdezni lehetett, akkor hogyan álltak ellent abból adódóan, mert nem akartak rendelkezésre állni. Ez egy egyáltalán nem ökörhúgyazás, ez egy nagyon is pontos, lehet, hogy téves, de egy a helyzetet leíró valami, ami pedig a Gábor mond, azzal abszolút egyetértek, mert ez olyan, mint egy síró gyerek, akitől az ember megkérdezi, hogy mi baja van, aztán elmondja, hogy mi baja van, akkor megkérdezi, hogy tényleg ez a baja, és akkor azt mondja, hogy nem, és akkor nem tudom, a, az ötödik órában kiderül, hogy neki valójában mi baja van, ha az a kérdés, hogy naiv vagyok-e, biztos, de hogy én el tudom képzelni Orbán Viktort abban a szituációban, hogy azt mondja, hogy tévedtem, és ez nem az egészre vonatkozik, hanem csak egy részjelenségre, ez itt van előttem, mert egyébként nem tudok viszonyulni ahhoz a világhoz, amiben létezem. Ja, Jó, hát ez egy fundamentális különbség köztünk. Én nem tudom elképzelni Orbán Viktort egy ilyen helyzetben, és egy ilyen gesztus képtelen megtenni, nem teheti meg, nem akarok mélyebben belemenni, nem tudja megtenni. De az az érdekes, hogy miért nem tudott. Mert Sándor. Hát a, a, Gábor, te olyan a... olvasott ember hogy ne, hogy miért? Összedől a hatalma de nem, azon de nyomban. Ne, de nem igaz, hogy összedőlne. ez nem igaz. Ja, nem. Így, így fog összedőlni. Ezek a hatalmak azért összedőlnek. Amúgy meg ráadásul rá, paranoia. Persze, most, most látszik, hogy mennyire kikeszthetőek, hogy Azért itt, itt épül, épül hosszasan az, hogy hát ez örök életű, amíg az Orbán akarja. Ez nem így van. Ezek a rendszerek összetudnak. Össze is dőlnek. Össze tudnak dőlni, és most dől, dőlnek. Most dőledeznek, és a, nekem azt gondolom, hogy az a felelősségem ebben, én nem vagyok kérdező biztos, meg semmi, hanem mint. Ö, ö, közéleti szereplőnek, mint politikai politika csinálónak bizonyos értelemben. Nem akarom ezt letagadni, érted? Nem, nem tudok ebből kimászni, ebből a szerepből, hogy megpróbáljam föltenni azokat a kérdéseket, amik egy ilyen helyzetben relevánsak, hogy megpróbáljak a saját oldala, olvasatomban ezekre válaszolni. Jó, az ember van. Ez a rendszer eleme, hogy mondjam, alapjaiba mutatja meg magát. Ez egy megfejtés, meg kell tudnunk fejteni. Az emberek jó része mit lát ebből? Azt látja, hogy volt egy botrány, egy, egy csúnya pedofil embert, akinek valami köze volt legalábbis ehhez a történethez, azt idő előtt szabadon engedtek, valószínűleg azért, mert ott valamilyen fideszes alsó szintű vagy felső szintű összefüggés alapján szólt valaki valaki. Ennyit lát belőle, és ez az áldott jó Fidesz teszi a dolgát, Orbán leváltja ezt a két embert, ugye nem tudom, hogy milyen alapon, ugye, mert ez tudomásom szerint nem az ő dolga, de ez most mindegy ebből a szempontból, egyik esetben sem az ő dolga, majd kihirdeti a végeredményt. És Szerintem meg kell tudnunk fejteni, hogy ez nem így van, hogy ez egy rossz, rossz történet. Itt arról van szó, hogy egy olyan világban élünk, ahol ez. Intézményesen, rendszerelvűen fordul elő. Nem véletlenszerűen, nem hibák vannak. Nem arról van szó, amit a miniszterelnök Elbeszélve. állít, hogy hogy itt hát hibát követtek el, és aki hibát követ, az megy a fenébe. Én nem tudom, miért ne lehetne hibát elkövetni. Tehát én azt gondolom, Amúgy. hogy hibát én. el lehet követni, meg lehet bocsájtani mondani, hogy hibáztál, édesem, hozzuk rendbe, nézzük meg, mit kell tenni ennek érdekében. De nem erről van szó. Ez a rendszer így működik, és föl kell tudnunk mutatni. Nem elég megnevezni. És ahhoz, hogy fölmutassuk, az meg kell próbálnunk megfejteni, és velük is szóba kell állni. Minden egyes alkalom Engem bárhova hívnak, tegnap éppen a Hír voltam valami műsorban, Jó. ahol megpróbáltam megérteni, és velük is megértetni, hogy az a világ, amit ők ö, ö, maguknak fölépítettek, az egyrészt milyen alapon működik, másrészt szerintem miért működik rosszul, miért okoz iszonyatos károkat. Mindannyiunknak, nekik is károkat okoz, nem csak nekünk. Ez így van. Ehhez nem tudok mit hozzátenni. Ezt persze, össze fog omolni, mindenféle ilyen rendszer összeomlott, de az a helyzet, hogy abúgy megész szerintem nem is olyan nagyon bonyolult ez a rendszer. Tényleg nem, ennek irodalma van, csak legfőjebb mások voltak az eszközök, az kész, vagy, vagy, vagy hogy tetszik, mit nevezünk összeomlásnak, akkor elmerenkedtünk ezen is, mert ugye sok, néhányan szoktunk példáulni a Argentina példájában, amúgy meg én azt is fel tudom tételezni, bocsánatot kérek, végül is egy ilyen rohadt rendszerben is lehet élni ezer évig akár. Én nekem, én azon vagyok, hogy mondjuk ezen a ilyen értelemben, kell itt empátia, mert meg kell érteni a rendszert. De például nem csak a rendszert, amikor fölteszi a János azt a kérdést, vagy te is feszegeted, hogy majd az Orbán egyszer csak előáll és belátja. Most a legutolsó beszédéből is, de hát már nem is kell ezt hozzátenni. Nem fog belátni semmit. Ő ezt a helyzetet is. Nem a hatalom további erőssége. Ebbe, ebbe, ebben harcés. valószínűleg igazad az Orbán tekintve, de a körülötte lévő emberek már nem kell, hogy feltétlenül ilyenek legyenek, és az Orbán Viktor is olyan, hogy ha előtte lovagol a csapatának több száz kilométerrel, akkor védtelenné válik, és kint lesz visszamenni azok közé, akik nem lovagolnak vele, és a vele együtt lévő emberek már nem mind olyanok, mint ő. Azt én tudom. Én ezeket az embereket nem leválasztani akarom Orbán Viktorról, hanem ezeket az embereket arra szólítom föl, hogy a saját kérdéseiket tegyék fel aktívan azokban a körökben, ahol egyébként ők vannak, és ha én erről nem tudok semmit, az se zavar, mert nyilvánvaló, hogyha fölteszik a kérdéseket, akkor azok a maguk a szó jó értelmében vett bomlasztó hatásukat kifejtik. Hiszen egyébként nyilvánvaló, hogyha értelmetlen választ fognak kapni a kérdéseikre, akkor ők maguk se fogják abba hagyni a kérdést, miközben egyébként nem újságírók. Ez egyébként egy alapvető történet, így működünk. Ha nem így működnénk, akkor nem lenne élet a Földön. Ebben van egy kegyetlen nagy törés. Egy akkora törés, amit fogalmam sincs egyébként, hogy helyre lehet-e rakni, és hogyan. Hiszen egyébként nektek még hónapokkal ezelőtt volt valami megoldásotok, ugye elvittem a műsort arról szó, hogy lesz majd egy műsor, ahol majd elmondjátok, hogy hol a megoldás, és most éppen nem úgy tűntök, mint a kezetekben lenne ennek a kulcsa. Tekintettem, nem ez volt a tárgya a beszélgetésnek. Egy, kettő, én a magam részéről, ha úgy tisztik, implicit, indirekt, ki nem mondott módon erről beszélek, hogy bizony itt egy politikai koalíciónak kell létrejönni. Ebben ehhez pedig persze el kell jutni, például ahhoz is, hogy a politika az nem valami bibliai utálatos és valamilyen szennyes dolog, el kell jutniuk majd azoknak, és vannak köztük, akik el fognak jutni. Igen, a politika a szervezet is. Szervezet, ön... Nézd, olyan jót rohagyok azon, ami a kutyapártnál történik örülök nekik, mert semmi bajom nincsen velük, főleg abból a szempontból nincs, hogy a politikára én úgy is szoktam tekinteni, mint a munkaerőpiac egy részére, de a munkaerőpiacra, bár a politikai munkaerőpiacra bejutnak új emberek. Na most csókolom, mert csak felkezdik fölfogni, ké hogy meg kell szerveződni, nem úgy megy az, hogy és akkor most leülünk, és a bérmezőn összehozzuk a népet, és akkor a nép elmondja, hogy mit akar, és mint azt fogjuk akarni, amit a nép, csak hogy akkor most a népnek, melyik részének az akaratát akarjuk, stb. nem mondom, föl, hogy provokatív legyek Lenin Állam és Forradalom című művét, meg kell tudni szerveződni, vagy a szaks, vagy a szindikalistákét, vagy a régi munkásmozgalomért, ilyen, ilyen már nyilvánvalóan nincs. A politika a maga módján egy, egy pálya és egy eszköz. Ha egyszer ezt fölfogják, akkor meg fog dőlni a Fidesz. Ha az ellenzék ezt nem fogja fel, akkor nem fog megdőlni. Én ebből a szempontból azt gondolnám, hogy valaki olyan valaki tudná ezt az országot felszabadítani a Fidesz alól, aki nem itt él. Hát ez... nem, egy, egy, egy Ezt ugyanis azért gondolom, mert olyan mértékben az a logika hagyja át ma a nem Fideszt, amit egyébként a Fidesz áraszt magából, hogy az szerintem if so facto alkalmatlan arra, hogy ezt a rendszert lebontsa. Egy másik logika mentén lehetne hozzányúlni, miközben nyilvánvaló, hogy egy itteni logika is tud vele valamit kezdeni, de nem tud olyan radikális változást végrehajtani rajta, mint egy rajta kívülálló. Én ezt most így gondolom, vagy így. Hát nem tisztem és nem is akarom minden áron, de azért szeretném nektek jelezni, hogy azt a következményt, ami bekövetkezett, tehát a Novák-Varga lemondása, a balokfére állása és az, hogy ez az ügy, ügy azért azt nem ez a tüntetés hozta létre. Nem. nem. Mert addig ez nem. Abszolút. Az, ezt el szoktuk felejteni. Nem, nem. Ami létrehozta, az részben a független újságírás le a kalappal. Tehát azt kell mondanom, hogy azok, akiknek egyébként nekem időnként súlyos vitáim szoktak lenni, azok a orgánumok, elsősorban a 444, de a többiek is, tették a dolgukat. Azt arra tették ezt, hogy nem hagyták, hogy lesöpörjék ő. Uh, uh, utána jártak, Egy komoly oknyomozó újságírás volt itt, elmentek, megtalálták azt az embert, uh, ezt a Káendrét, az uh, szegény senki nem mondta neki, hogy ne nyilatkozzon, később érték csak el, mint, el, mint el, előtte rátaláltak, tehát a dolog ebben az értelemben működött, ez a hátra szorított, beszorított, a működésképtelen hadség határán illegő, billegő, állítólag ugye guruló dollárokból finanszírozott, nem tudom, hogy kiálta a szerencsétlen újságok tették a dolgot. Egy, kettő. Az ellenzék is tette a dolgát. Azt láttam, ritka pillanat volt, hogy az ellenzéki pártok mindenki a saját eszközével, és ez fontos volt, hogy látszik, hogy egyáltalán nem baj a sokszínűség. Nem igaz az, hogy az a probléma, hogy az egyik a maga visszafogott, nem tudom én miében, beragasztotta a mackók száját, és oda ment, és oda tette. Ez is valami, hogy mondjam, eljön, ebben a, a másik tüntetése arrébb vitte a kerítést. A harmadik levelet írt a pápának, ez egy kicsit eljön. már a Tragikomédia, de mindegy. Hogy a, a, ráadásul egy magát Szószdemnek neved, de mindegy. De a, a negyedik a, a parlamenti törvénymódosítása. Tették a do... felszínen tartották ezt a kérdést. Nem hagyták, hogy az történjen, ami mindig történik. Ez szerintem az ellenzéki politika dolga. És itt nem megdicsérni kell őket, hanem hogy nem igaz az, hogy eszköztelenek. A 22-es bukás oka. Nagyon sok ellenzéki, ellenzéki politikai kritikát el tudok mondani, de nem ők az okai, hanem ezt a választást 22-ben elcsalták. Most végre valaki összeszámolta. Nem tudom, mióta mondom, hogy összekéne kéne számolni, én nem tudom össze. 1300 milliárd forintot költött el 8 év alatt a Fidesz saját magára közpénző. Tudja valaki, hogy mennyi az 1300 milliárd forint? az egy akkora összeg, gyerekek, azt nem én kölcs, raktam össze költségvetéseket, ugye nem én, hanem Igen. részese voltam. Belláthatatlan mennyiségű pénz. El is csalták azt a választást, de az ellenzék. Tép tép te... de mi, de mi, de... Azon kívül még egy dolgot mondok, ez teljesen egyetértek azzal, de tényleg ne tekintsünk el, mert fontos része ennek a dolognak, hogy azért is szólt az olyan nagyot, megismétlem néhány perc ezelőtti önmagamat, mert a Fidesz ezt az ügyet, a gyermekvédelmem ügyét miközben tele van borzalmas történetekkel, éppen a gyermekvédelemmel kapcsolatban a nem fideszes társadalom megalázását folytatta, gyalázását, gúnyolását, insziduálását, te, Fiala János, akármennyire is berget, én, mindenki, aki nem, ők emlékez a gyalázatos nemzeti konzultációra a, és a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatos kérdéseikre, hát mi úgy, ahogy vagyunk, lelettünk, mondjuk úgy akkor, hogy genderezve. Tehát megemelték ezt a lécet, ezt nem szabad ettől eltekinteni, mert ez részben jelzi, és az Orbán meg is, az is egy csalás volt. Persze. És, mi, és, és ennek az örvény tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor megtette azt a lépést, az első lépést, amit én elvártam tőle. Hogy? Azt ugyan nem mondta, hogy tévedtem. De azoknak az embereknek az elmozdítása, akiket elmozdított, az egy önkritika. A kérdés az, hogy Orbán Viktor azt gondolja, miközben nekem nincs Orbán Viktor fóbiám, hogy ezzel ő azt gondolja, hogy a gyógykezelést befejezte. Erre nem tudok válaszolni. Úgy tűnik, mintha nem. De az látható, hogy ez nem egy olyan monolitikus tömeg, nem egy olyan gránit szilárdságú valami, ami ne tudna változni. A kérdés az, hogy a változásnak az iránya, a változásnak a mértéke, a változásnak az őszintesége, a változásnak az átgondoltsága, és ha bár ne, ezek nem egy mérlegnek a két serpenyője, ha belegondolok abba, a társaságba, abba a 16 emberbe, akik egyébként eh, Novák Katalin tanácsadói testületében voltak, Aztán. akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy egyébként Leszámítva a Sklavski-fruzsinát, aki egyébként egy ilyen rendes ö, japán katona, aki harcol, akkor is, amikor már nem tart a világháború. Azért hányan mondtak le? Hogy és milyen körülmények érdezni? között mondtak Azt, le? Az, hogy az, általán... az, az is csak egy hipotézis, és az égatta a világos semmi nem támasztja alá, hogy ez a két hölgy azért mondott le, mert az Orbán őket felszólította. Ebből a történetből az Orbán reakciói alapján és egyébként az, a, az évért, évértéke vitt, évértékeire beszéljenek az első részében tapasztalható elképesztő indulatok, az a borzasztó baromság, amit előadott, hogy ő, hogyha az ő gyerekeit megközelítik, szét fogja vágni, abból pont nem az következik az én számomra. Akármilyen meglepően azt gondolom, hogy igen, Novák Katalin és Varga Judit is, hogy gondolhatunk az előéletükről bármit, meg azt, hogy mit csináltak, maguktól mondtak le. Abban neked teljesen igazad van, hogy nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy őket lemondatták minden esetre, a Katarból, Ománból, vagy nem tudom, éppen Dohában tartózkodó Novák Katar, Doha, 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 Doha. mégiscsak elment oda, és aztán hirtelen rájött Dohában arra, hogy neki haza kell jönni, és le kell mondania, és akkor sutyomban, az árnyékában lemond Varga Judit is, ez ebben a formában nem túl életszerű, különös tekintettel arra, hogy üdvözli az ő tevékenységét, körét korlátozó Orbán Viktor alkotmánymódosítását, ebben az egészben a hatalomnak egy olyan fajta játékát de, tudom. De Sándor, szerintem, bocsás, a, szerintem pont azért kell föltenni az a kérdés, hogy hogyan működik ez a rendszer, mert a te válaszod szerintem hibás válasz, mert azt feltételezi, hogy ezek önálló entitásként működnek ezek az emberek, és joguk van ahhoz, hogy ezt meglépjék. Nincs. Hát gondolj bele, hogy egy hétig semmi nem történik, hírzárlat van. Meg van mondva, hogy senki nem mondhat semmit, és senki nem mond semmit. Ha úgy működne ez a rendszer, hogy te mondod, akkor nek az kellett volna lennie, hogy másnap, amikor ez a botrány kitör, Novák azt mondja, hogy kérem szépen, ez tarthatatlan, én bűnös sibát követtem el, nem figyeltem oda, vagy tudtam róla, és egyek, ezért azonnal lemondok. Akkor ez lenne. De nem így, ez a rendszer fej nehéz. Ebben a rendszerben én nem azt mondom, hogy maga ez az ügy fölment az Orbán. Ég mondtam, hogy szerintem nem. Mert az Orbán ennél okosabb, akkor nem következett volna ez be. Hanem azt mondom, hogy a rendszerben az a, az a működés alapelve, hogy van a, a főnök, aki azt mondja, a nagy gyerekek nekem ez már sok, most akkor tessék szépen elővenni azt a papírt, ami mindenkinek elő van készítve, és ott aláírni a lemondó levelet. És ennek egyébként befele is van tanulsága, mert ez a fortéos félelmet föntartja, ha hibázol, menned kell nem elnézést kérni, nem, azt, nem megpróbálni rendbehozni, nem megpróbálni őszintén előállni az emberek elé, és azt mondani, hogy szerintem ez egy rossz gyakorlat, nem így kéne csinálni. Beszéltem Káendrével, vonuljon vissza a börtönbe. Bármit lehet, érted, egy ilyen helyzetben mondani, hanem a főnök azt mondta, hogy takarodjak. És én takarodok. És nem ez az első példa, félértés ne esik. Emlékezz vissza rá, ahogy félretették annak idején a Lázárt. Ahogy tulajdonképpen megalázkodva kellett elkullognia, e, e, bocsánat kérve a Navrat fasizot, akikre aztán újból szüksége van, mert ezek az emberek tehetséges fickók, akik valamit tudnak, ami kell a környezetéből, hogy kelljen, és alantas szerepben visszahozza őket. És visszamennek. Tehát ez az érdekesebben, ez a megfejtendő, hogy miért meg vissza közlekedési miniszternek az a faszi, aki élet-halál ura volt, a, 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 kormányban. Ugyanezt elmondhatom Navrasicsról, akit elüldöztek Brüsszelbe, majd visszajön, megalázkodva, hogy akkor jöhetsz vissza, ha megnyered a egyéni körzetedet, ő maga mondja el. Hogy miért lehet megcsinálni ezekkel az emberek kereszt? Gábor, bocsáss meg, ezt igen régen beszélgetünk már egymással, és pontosan tudod, hogy na nagyjából és lényegében a rendszer működését erről pont ugyanúgy gondolkodom, mint te. Nincs vita köztünk, csak a megértés. Én, én arra reagáltam, arra, 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 a János által elképzelt reményre ebben az összefüggésben, és azt akartam mondani, hogy egyébként is azt gondolom, hogy en, en, en ez a remény esélytelen. Az Orbán megvilágosodása, meg nem tudom micsodája, és miután több tény nem támasztja ezt csak a példa kedvéért mondtam. abú, mondjuk idáig nyilván nem fogunk elmenni, ennek a történetnek azért még van egy eleme, és nem a szemét emelem föl. <coughs> és igazából csak emiatt baromi érdekes, hogy előkerült Rogán. És ehhez képest amilyen szoktam én a, a ebben a szempontból idézni, és ez a tévedés kockázatával mondom, szerintem elő is fog kerülni, és annyira igaz itt, hogy a megfélemlítés egy alapeszközen, ahogy szoktam a, a barátaimmal szoktam beszélgetni, meg némiképpen tesztelni azt, hogy tudják-e, hogy hány belbiztonsági minisztere volt Stálinnak, és annak, azoknak mi lett a sorsa. Ugye Jezsóvot tarkon tarkollötte, Jagodát Tarkonlőtte, a Beriát csak azért nem tudta, mert közben meghalt. Ez persze, hogy egy belső hatalmi harc is. Úgy, ahogy van. Én máj napig nem tudom, ez nem hosszú idő. Én nem tudom például, hogy Magyar Péter jött, Magyar Péter jötte, -e, vagy küldték. És kire küldték? Abba kell, hogy hagyjuk, mert nagyon hosszúak vagyunk. ugye van ez az itt élnet, halnod kell. Én azt gondolom, hogy van válasz arra, amit a Gábor kérdez. Szerintem ez a válasz, vagy legalábbis az én válaszom, az a korlátozott szabadságvágy. Tehát amiért ebben ezeket a kompromisszumokat vállalják, ugye mind a kettőt, akiket említettél, inkább közelről, mint távolról ismerem, nem eltúlozva ennek az ismeretségnek a lényegét, nem találták meg maguknak azt a helyet, amit egyébként a poli vagy nem tudták, vagy nem akarták megtalálni, amit a politikán kívül ajánlott nekik az élet, tehát nem Orbán Viktor, hanem az élet, mert az élet azért még az Orbán Viktornál is magasabb ranggal rendelkezik, ha egyébként az élet benne van a katonai szervezetben, szerintem nincs benne. Én a magam részéről saját magamat is egyfolytában fellázítom az ügyben, hogy ezeket a kompromisszumokat az ember csak akkor kösse meg, hogyha egyébként ennek van értelme, és az összes beszélgetést azért folytatom, hogy elbizonytalanítsam saját magamat, hogy egyébként jó döntést hoztam el. Ők Ezeket a beszélgetéseket csak egy szűkebb körben vállalják, így aztán az impulszusaik is szűrtek. Nagyjából egy hónap múlva folytatjuk, mármint ebben a körben. Viszontlátás. Csó.